Gen24 Plus és BYD beüzemelés. Üdvözlök minden kedves résztvevőt a mai webináriumunkon. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Vadiska Tamás vagyok, a Fronius Magyarországi Tech Support munkatársa, és itt van velem kollégám Muth Gergely, műszaki tanácsadó. Köszöntök én is mindenkit a mai nap folyamán. A mai előadás alatt Gergely fogja kezelni a csetet, a felmerülő kérdésekre ő fog válaszolni. Amennyiben a kérdés esetleg olyan jellegű lenne, akkor az előadás végén hangosan a mikrofonban is meg fogjuk válaszolni. Tekintsük át, hogy miről lesz szó a mai napon, mi a mai tartalomjegyzékünk. Első körben a tárolási megoldásokkal fogunk megismerkedni, majd pedig megtekintjük az összeszerelést és a bekötést a Fronius Gen24, illetve a BYD akkumulátor esetében. Ezután megnézzük a rendszer beüzemelését, áttekintjük az akkumulátor működési üzemmódjait, végül pedig a bemutató fog következni, ahol mindezt átültetjük a gyakorlatba is. Első körben, ahogy ígértem, tekintsük át a különféle tárolási megoldásokat. Az új generációs Gen24 hibrid invertereink a BYD Box, Battery Box Premium akkumulátorokkal, azon belül is a HVS, illetve a HVM típusú akkumulátorokkal kompatibilisek. A mai nap fő szereplői is ők lesznek, ugye a Gen24 szériánál a Primo inverterek, illetve a Simo inverterek 3-tól 6, illetve 3-tól 10 kW-os teljesítményosztályban találhatóak meg. Nézzük meg, hogy milyen előnyöket ad nekünk a Fronius és a BYD kettőse. A Simo Gen24 Plus esetében háromfázisú rendszerről és teljes értékű háromfázisú vészáram backup megoldásról beszélhetünk, mely áramkimaradás esetén is el tudja látni a fogyasztóinkat. Ugyanez a Primo esetén, ugye az inverterből adódóan egyfázisú rendszer. Abban az esetben, ha bővíteni szeretnénk az akkumulátor kapacitásunkat, van lehetőségünk az akkumulátorok kaszkádosítására is. Ezt a későbbiekben egy táblázat formájában fogom bemutatni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az akkumulátorok telepítése gyors és egyszerű, és nem feledkezhetünk meg végül, de nem utolsó sorban a Fronius Multiflow technológiájáról sem, amely szintén bemutatásra kerül egy későbbi dián majd. Haladjunk tovább a akkumulátor technikai specifikációira. A cella technológia, amivel az akkumulátor készült, lítium vas foszfát, ami az egyik legmegbízhatóbb technológia. Az akkumulátor használható szükségáramüzemmódban is, és ha esetleg később bővíteni szeretnénk, akkor azt megtehetjük a HVS modulok esetében 2,6 kWh-s lépcsőkben, a HVM modulok esetében pedig 2,8 kWh-s lépcsőkben. Nézzük meg, hogy pontosan mi is ez a korábban már beharangozott multiflow technológia. Az itt látható ábra segítségével fogom elmagyarázni. Alapesetben a napelemek termeléséből láthatjuk el fogyasztóinkat, tölthetjük az akkumulátort, és ezt a termelést tudjuk kitáplálni a hálózatba. Ezen túl pedig az akkumulátorból is el tudjuk látni a fogyasztóinkat. Az inverterünk azonban képes arra, hogy ne csak a napelemekből származó, hanem a hálózatból vételezett energiával is töltse az akkumulátort, mégpedig párhuzamosan AC, illetve DC oldalról. Ez különbözteti meg a többi hibrid invertertől a Fronius hibrid invertereit. Ugye itt láthatjuk, hogy a hálózatból is tudjuk tölteni az akkumulátort. Van azonban további lehetőségünk arra, hogy a hálózatra rátápláljunk egy úgymond hagyományos, nem hibrid inverterrel, így ennek köszönhetően a további napelemes rendszer, amelyet ez a nem hibrid inverter üzemeltet, szintén plusz termelést, illetve plusz energiát jelent nekünk. Ezen túl tekintve az is egy opció, hogy a hibrid inverterünket és a tárolót utólag építjük be egy már létező napelemes rendszerbe, amelyben alapvetően nem egy hibrid inverter van. Backup üzemmódban az el nem használt napenergiát egyébként el tudjuk tárolni az akkumulátorba is, így akkor is biztonságban lehetünk, ha már lemegy a nap, de még mindig nincs hálózatunk.
Hogy miért érdemes minket választani? Erre a kérdésre a Berlini Egyetem energiatárolási vizsgálatán elért első helyezésünk ad egy elég meggyőző választ. Én úgy gondolom, a Fronius és a BYD együttműködése a 2020-as energiatárolási vizsgálaton 94%-os hatékonyságot tudott produkálni, ezzel maga mögé utasítva mindenki mást a mezőnyben. Miért olyan nagy dolog ez? Nos, a válasz egyszerű, a jobb tárolási képességnek köszönhetően nő az önfogyasztási arányunk, ezáltal befektetésünk gyorsabban térül meg. A felsorolásból láthatjuk, hogy több inverter is ment az általunk választott akkumulátorral, de mégis mi voltunk azok, akik a legjobb rendszer teljesítményt, a legjobb hatásokat tudtuk nyújtani. Tekintsük át a kombinációs lehetőségeket, itt láthatjuk a Gen24 szériás inverterünk, mely típusú és mely méretű BYD akkumulátorokkal kompatibilisek. Láthatjuk a különböző variációk töltési, illetve kisütési teljesítményeit is. Más gyártóknál ez a két érték nem minden esetben egyezik meg, de nálunk azonban igen, úgyhogy ez nem egy tévedés, itt valóban mind a két érték megegyezik. Többször említettem már a BYD akkumulátorok két típusát, a HVS, illetve a HVM modelleket. Mégis mi lehet a különbség? Ez jogosan merül fel egyesekben. Most vannak a nagy áramú HVS, illetve a nagy feszültségű HVM akkumulátorok. Ha valakinek nagy tárolási kapacitásra van szüksége, akkor mindenképp a HVM típusú akkumulátorokat javasoljuk, de ha kisebb kapacitást szeretne elérni, viszont ez mellé nagyobb terhelhetőséget szeretne, például backup üzemmódban, akkor mindenképp a HVS modulokat tudjuk ajánlani. A korábban már beígért táblázat, amelyből megtudhatjuk, hogy a különböző akkumulátorokat milyen módon tudjuk kaszkádosítani, és ezáltal mekkora a maximális kapacitásokat tudunk elérni. Láthatjuk, hogy a HVS akkumulátor esetében a maximális kapacitást 3 darab 10,2 kWh-s torony kaszkádosításával tudjuk elérni, a HVM esetében pedig 3 darab 19,3 kWh-s torony kaszkádosításával érhetjük el a legnagyobb teljesítményt, legnagyobb kapacitást. Látható ugyan, hogy van lehetőség nagyobb akkumulátorokat is kaszkádosítani, de fontos, hogy azok közül már nem mind kompatibilis az invertereinkkel, mint ahogy ez a képen látható 3 darab 22,1 kWh-s HVM akkumulátorok esetében is megfigyelhető. Ezen kívül nagyon fontos kiemelnem, hogy a HVS, illetve a HVM akkumulátor modulok vegyítése szigorúan tilos. Következzen egy egyszerű példaszámítás, hogyha valaki szeretne otthonra akkumulátoros rendszert, de nem biztos abban, hogy mekkora kapacitásra is van pontosan szüksége. Ehhez mi alapvetően két profillal szoktunk kalkulálni, és szükségünk van az éves villamosenergia fogyasztásra is. A két profil közti különbség egyébként rendkívül egyszerű. Egy családi profillal számolva általában van otthon valaki napközben, amikor a legnagyobb a napelemes rendszer termelése, ezáltal több energia kerül közvetlenül elfogyasztásra, így tehát elég egy kisebb kapacitás a többletenergia eltárolására. Ezzel szemben egy dolgozói profilnál napközben nem igazán tartózkodik otthon senki, hanem jellemzően délután és este felé érnek haza, amikor a rendszer termelése már minimális, így a napközben megtermelt energia eltárolásához nagyobb kapacitás kell. Ebből is származik az, hogy a családi profilnál lesz az 1,2-es, míg a dolgozói profilnál lesz az 1,5-ös szorzót szoktuk használni. Amennyiben meglévő rendszerünket szeretnénk bővíteni, akkor a SolarWeb-en elérhető szimuláció funkció segítségével is tudunk kalkulálni. Itt szimulálhatunk fűtési és tárolási megoldásra is, esetünkben a tárolási megoldáson van a hangsúly. Kiválasztjuk, hogy mekkora akkumulátort szeretnénk a rendszerünkhöz, valamint ha nincs smart meter beépítve, akkor meg kell adnunk egyet a már előbb említett profilok közül, és meg kell adnunk az éves energiafogyasztásunkat is. Amennyiben van a rendszerben smart meter, akkor a smart meter által mért adatokat fogja a rendszer felhasználni. Van lehetőségünk ugyanitt azt is megadni, hogy szeretnénk-e backup üzemmódot használni majd az akkumulátorral, és ha igen, akkor azt mekkora kapacitással szeretnénk megtenni.
Ezekből az adatokból az algoritmus kiszámolja, hogy az általunk választott akkumulátorral mekkorára nőne az önellátásunk a jelenlegiről. Miért jó az, hogy mi számos akkumulátort ki tudunk próbálni? Így több lehetőségünk van, ezáltal meg tudjuk találni a legoptimálisabb akkumulátort, amiben még megéri befektetni, ami még egy olyan befektetést jelent, ami nekünk még megtérül. Ismerkedjünk meg az összeszerelés, illetve a bekötés lépéseivel. Ugye első körben tekintsük át, hogy milyen rendszerelemekre lesz szükségünk egy tárolós rendszer képítéséhez. Ugye mindenképp szükség van egy hibrid inverterre, ami a mi esetünkben egy Gen 24 lesz. Ezen kívül ugye szükséges a smart meter is, hogy tudjuk pontosan honnan, hová és hogy mennyi energia áramlik, és tárolós rendszer lévén nem feledkezhetünk meg természetesen az akkumulátorról sem. Az akkumulátor rendszer alapvetően modulárisan épül fel, legalul található a torony alja, amely állítható lábakkal rendelkezik. Ez biztosítja azt, hogy ha a talaj nem a legegyenletesebb, akkor is mindenképp stabilan és vízszintesen tudjon állni a rendszerünk, és erre tudjuk pakolni az akkumulátor moduljainkat. Ugye itt is ki van emelve, hogy a HVS, illetve a HVM modulokat nem szabad vegyíteni, ezt egyébként az akkumulátor modulok oldalára fölfestett egy, illetve két vonalkából is láthatjuk, hogy melyik milyen típusú, így szinte biztos, hogy nem fogjuk tudni őket összekeverni. Majd pedig miután felépült a tornyunk, le tudjuk zárni az egészet a Battery Management System-mel, amelyet pedig a többi modulhoz hasonlóan csavarral tudunk rögzíteni a toronyra, így a tornyunk áll, és haladhatunk tovább a következő lépésre. Ugye nincs szükség bonyolult és körülményes kábelezési megoldásokra, a modulok könnyen, gyorsan és biztonságosan tudnak egymáshoz csatlakozni az erre a célra kialakított külön a felületen elhelyezett csatlakozóikkal. Miután a torony elkészült, nincs más dolgunk, mint összekötni a kommunikációt, valamint a DC kábeleket az inverterrel, és beüzemelni az akkumulátorunkat az applikációval. Láthatunk egy részletes képet az akkumulátor csatlakozási teréről. Bal oldalt felül láthatjuk a modbusz csatlakozás számára kialakított külön kis csatlakozót, amire az akkumulátornál van lehetőség RJ45-ös csatlakozóval, illetve külön ugye a pinekkel is. Tőle jobbra látható a 120 ohmos lezáró ellenállást aktiváló kapcsolónk. Fontos, hogy minden modbusz kommunikációs lánc végét le kell zárnunk ezzel a 120 ohmos ellenállással. Ettől jobbra lent pedig láthatjuk a DC pozitív, illetve negatív bekötéseket. Vizsgáljuk meg egy kicsit részletesen a Gen 24 inverter bekötési terét is, mivel merőben eltér az eddig megszokott Snap Inverter szériánál kialakított bekötési tértől. Bal oldalt láthatjuk a DC oldali bekötéseket, ide kell az akkumulátor DC kábeleit is bekötni a külön erre a célra kijelölt BAT plusz, illetve BAT minusz pontokra. Középen láthatjuk a Pilot eszközt, amely a Gen 24, illetve a Tauro invertereknél váltja a Data Manager-t. A Pilottól jobbra pedig az AC oldali bekötéseink találhatóak. Pilot esetében már nincs kijelző, mint a Snap invertereknél. Az eszköz két LED-del kommunikál velünk. Pilot funkciójában megegyezik a Data Managerrel, de ez már egy továbbfejlesztett verzió. Az eszköz rendelkezik kettő darab Ethernet porttal, VSD funkcióval, ami tűzeseti leválasztásként használható. Van egy teljesen külön modbus kommunikációra kialakított csatlakozónk is, ahol két teljesen külön modbus csatornán tud folyni a kommunikáció, és megvannak a már jól megszokott digitális ki- és bemeneteink is. Ugye a rendszer kommunikációhoz modbuszt fogunk használni, és ezen keresztül kötjük össze a komponenseket, ezen keresztül fognak kommunikálni. Van lehetőségünk külön modbuszra kötni a smart metert és az akkumulátort, de azt is megtehetjük, hogy egy láncra fűzzük fel őket. Bármelyik megoldást is választjuk, nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg a 120 ohmos lezáró ellenállások aktiválásáról. Ezt az akkumulátoron, a már korábban említett kapcsolóval, a Gen 24 inverter esetén pedig szintén kis kapcsolókkal tudjuk csatornánként ki, illetve bekapcsolni. A smart meternél pedig eszköztől függően tudjuk aktiválni ezt a 120 ohmot,
a régi fajta, régi típusú hagyományos smart meternél a csomag tartalma volt ez a kis ellenállás, amit be kellett helyeznünk a megfelelő helyre. Ezzel szemben a smart meter TS-nél már egy egyszerű átkötéssel tudjuk aktiválni ezt az ellenállást, egyszerűen és elegánsan. A képen az új smart meter TS összekötésének részleteit láthatjuk egyébként a Gen24-ral. Fontos, hogy a kommunikációhoz legalább Cat5e sodort értpárú kábelt használjunk. Láthatjuk azt is, hogy a csatlakozóban már van lehetőségünk az árnyékolás földelésére is. A következő képen pedig az inverter és az akkumulátor közti kommunikáció bekötés pontos leírását láthatjuk. A kép természetesen megtalálható a BYD akkumulátorokkal érkező használati utasításban is. Most, hogy bekötöttünk mindent a megfelelő helyre, ideje, hogy elkezdjük a rendszer beüzemelését. Első körben az akkumulátort fogjuk elkezdeni beüzemelni. Az inverterhez hasonlóan az akkumulátornak is van egy hozzáférési pontja, amely automatikusan el fog indulni, miután felkapcsoltuk a kis megszakítókat a Battery Management System-en. Ezután nincs más dolgunk, mint a Google Play áruházból, vagy pedig az App Store-ból letöltjük a BeConnect nevű alkalmazást, csatlakoztatjuk okos eszközünket a hozzáférési ponthoz, és elindítjuk az applikációt. Itt egy firmware letöltéssel, majd pedig szoftver frissítéssel fogunk kezdeni. Biztosak lehessünk benne, az akkumulátorunk a legfrissebb szoftverrel rendelkezik. A szoftver frissítés után 6 egyszerű lépésben fogjuk tudni konfigurálni az akkumulátorunkat. Első lépésként az időt és a dátumot kell beállítanunk, ezután kiválasztjuk, hogy milyen inverterrel fogunk együtt dolgozni. Ezután megadjuk az akkumulátor típusát, meg kell adnunk a rendszer, vagyis a hálózat típusát, hogy hány fázisú, illetve hogy on-grid, off-grid, vagy pedig backup. Láthatunk egy áttekintő képernyőt az eddig elvégzett beállításokról, ezt elfogadva pedig megkapjuk a végső ablakot, ahol be tudjuk fejezni a beállítást, és ezzel az akkumulátor oldali konfigurációt el is végeztük, következhet az inverter része. A Gen24 esetében több lehetőségünk is van aktiválni az akkumulátorunkat. Első körben hozzá tudjuk adni az inverter első beüzemelésénél a termékvarázslóban. Itt választhatunk típust, megadhatjuk, hogy az alaptöltési határokkal szeretnénk-e dolgozni, vagy pedig mi magunk szeretnénk megadni külön határokat. Erre még a későbbiekben visszatérek. Megadhatjuk továbbá, hogy szeretnénk-e engedélyezni az akkumulátor hálózatból, illetve a házi hálózatban levő más erőműből történő töltését, gondolok itt például szélkerékre, illetve más inverterre, illetve azt is be tudjuk állítani, hogy a hálózatból mekkora a maximálisan megengedett töltési teljesítmény. Miután mindent beállítottunk, a hozzáadás gombra kattintva bekerül a rendszerbe az akkumulátorunk. Ugyanakkor, ha egy meglévő rendszert szeretnénk bővíteni, akkor pedig a beállítások, készülék konfiguráció és rendszerelemek menüpontból van lehetőségünk ugyanúgy hozzáadni az akkumulátort, ahol az előbb ismertetett paramétereket van lehetőségünk beállítani. Ha mindent jól csináltunk, akkor a folyamatot zárhatjuk a DC kapcsoló felkapcsolásával, amit mindig csak az akkumulátor beüzemelése után tegyünk meg. Ha mindent rendben elvégeztünk, él a kommunikáció, rendben csatlakozott az akkumulátor az inverter, illetve a smart meter egymáshoz, akkor a rendszerünk el fog indulni. Ha esetleg probléma merülne fel az akkumulátorunkkal, akkor az európai BYD partner az EFT Systems, őket lehet keresni garanciális, illetve javítási ügyekben. Most, hogy beüzemeltük a rendszert, tekintsük át az akkumulátor működését, illetve a működéshez tartozó üzemmódokat. Két üzemmódról beszélhetünk alapvetően, a normál és az energiatakarékos üzemmódról. Normál töltöttségi határok alapbeállításként 5 és 100% között mozognak, de ezeket mi is tudjuk módosítani. Abban az esetben, ha elérjük a minimális töltöttségi szintet, akkor az inverterünk leállítja az akkumulátor aktív kisütését, és átvált energiatakarékos üzemmódba. Ez annyit takar, hogy onnantól nem fogja kisütni az akkumulátort, csupán tölteni fogja, hogyha beállítások alapján van rá lehetősége. Ha esetleg nem tudná tölteni az akkumulátort, és az akkumulátor önkisülés útján 3%-os töltöttségi szintet érne el,
akkor az inverter elkezdi tölteni az akkumulátort a beállításoktól függetlenül, és egészen addig fogja tölteni, ameddig a töltöttség el nem éri a 8%-ot. Ezután az inverter készenléti üzemmódba kapcsolja az akkumulátort. Ez a ciklus egészen addig fog ismétlődni, ameddig napelemes termelésből fel nem tudja az akkumulátort 9%-ra tölteni, innentől kezdve pedig visszaállhatunk a normál működési üzemmódra. Az energiatakarékos üzemmód a SolarWeb-en egy kis i betűvel jelenik meg, tájékoztató jelleggel, mivel az akkumulátornak nincsen külön kijelzője. Most, hogy áttekintettük az elméletet, ültessük át ezt a gyakorlatba is. Mi itt a Tamás előkészül a bemutatásra. Szeretnék én fogom majd a Tamás segíteni itt a kamerázás, illetve a kameraváltásokkal, az időzítések, átkapcsolásokkal. Előre is elnézést kérek, hogyha valamilyen kis technikai melőr miatt megakad, vagy mondjuk más lesz a kameraváltás. És akkor Tamás, a színpad a tiéd. Akkor most folytatjuk, ahol abban maradt az előadás. Üdvözlöm még egyszer a kedves nézőket. Meg fogjuk most élőben tekinteni, hogy mi kell a PYD, illetve a Fronius élő összeszereléséhez. Komponenseket bemutattam első körben. Szükségünk van egy T20-as Torx csavarhúzóra, valamint egy csillag csavarhúzóra. Ezzel a kétszer számmal a mai napon boldogulni fogunk. Továbbá szükségünk lesz kommunikációs kábelként egy katötös kábelre, ezt mi már csalásként egy picit előkészítettük, valamint a DC oldal bekötésére szintén DC kábelnek lesz szükségünk, és csalásképpen mi már ezt is előkészítettük. Most, hogy megvan az összes komponensünk, még bemutatnám továbbá a Max tárját, a Fronius Prime Gen 24 invertert. Őt fogjuk most összekötni a PYD akkumulátorral, amely még egyelőre darabokban hever itt körülöttem, de hamarosan egy egész szél fog összeállni. Kezdjük is akkor a akkumulátor részeinek bemutatását. Hozban érkezik a Battery Management System, ez a vezérlőegysége lényegében magának a PYD-nak, valamint itt van ez az alapmodell, ez az egész toronynak az alja. Erre fogunk majd szépen modulszerűen építkezni, valamint külön dobozokban érkeznek a BYD modulok, valamint egy elengedhetetlen használati útmutató, melyben részletesen az utolsó lépésig minden le van írva, hogy hogyan kell összeépítenünk egy ilyen rendszert. Tehát első lépésként ezeket az akkumulátor modulokat fogjuk oda az alapmodulra ráhelyezni. Tudni kell, hogy egy ilyen akkumulátor modul nagyjából 38 kg és 2,56 kWh-as teljesítménnyel bír. Én ezt most nagyon egyszerűséggel megemelem, és ide ráhelyezzük. Nagyjából ennyi volt egy akkumulátor modulnak a ráhelyezése. Fontos kiemelnem, hogy ugye, ahogy azt már az előadásban is elmondtam, nincs szükség külön kábelezésre, nincs szükség külön kábelek bújtatására, csatlakozóba dugására, ugyanis itt a akkumulátor felületén, remélem jól látszódik, akkumulátor felületén van külön kialakítva egy csatlakozó, amelyet a BYD csak azért hozott létre, hogy ne kelljen külön még plusz komponenseket beépítenünk. Érkezzen a második modul a toronyra. Nem is egyszerűséggel a második modulunk is a helyére került. Nekünk jelenleg ennyi áll rendelkezésre itt a tréning központban, úgyhogy torony lezárásként érkezzen a Battery Management System, ami azért lényegesen könnyebb, mint a modulok. Ugye itt is fontos kiemelnem, hogy megfelelő oldalra rakjuk rá a modulokra, ez esetben itt a jobb kezem felől látható a csatlakozó, amelyet ide ráhelyezve. Lényegében össze is állt az akkumulátor tornyunk, nincs már dolgunk, mint hogy egymáshoz rögzítsük a
különböző modulokat, ezt pedig ilyen kis csavarokkal tehetjük meg. Ehhez van szükségünk a csillagcsavarhúzóra. Itt látható, hogy ki vannak hagyva külön lyukak mindegyik modulnál, szépen alulról haladva egyenként becsavarjuk őket. Így, és ezzel lényegében rögzülnek is egymáshoz a különböző akkumulátor modulok. Ugye modulonként két csavarról beszélünk, a másik oldalt is össze fogom majd csavarozni. Így lényegében ezt az 5,2 kWh-s rendszert 6 csavar segítségével egymáshoz tudjuk rögzíteni, és valamint nyilvánvalóan a falhoz is hozzá kell rögzíteni alapesetben egy ilyen tornyot. Ugye elég nagy a felület egyébként attól függetlenül, tehát nem dől föl egy könnyen, valamint az alapmodulon található, állítható lábakkal tudjuk biztosítani azt, hogy adott esetben egyenletes talajon is vízszintesen tudjon állni a tornyunk. De hadd ne mondjam, sokkal egyszerűbb a helyzet, mint némely gyártónál, ahol egy-egy modul 50 kilós, és mondjuk fele vagy harmad ennyire széles, mint ez a modul. Aztán fogjuk ilyen egyszerűen és könnyen gyorsan összerakni. Miután összeállítottuk az akkumulátor modulunkat, nincs már dolgunk, mint elkezdjük a bekötést. Itt is megvallom őszintén, egy kisebb csalással értünk, ugyanis a battery management systemnek itt a bekötési terét rögzítő csavarok közül négyet már eltávolítottunk, hogy az előtt drága ideig ne raboljuk csavarozásra, hiszen csavarozást mindenki látott. Valamint a PLK-net is bekötöttük már előre. Közeledünk ide a bekötési térhez, egyszerűen eltávolítva ezt a kis felőt. Elénk tárul a korábban az előadásban már bemutatott bekötési tér. Itt bal fölül láthatjuk a kommunikációt. Itt van lehetőség ugye Ethernet-en keresztül csatlakozni. Látható a RS485-nek a 120 ohmos kibekapcsolója. Itt pedig láthatjuk a DC oldali bekötést. Itt továbbá kiemelném még a PLK-ben ezt a mikrokapcsolót, amely azért felel, hogy ne tudjuk úgy elindítani az akkumulátor modult, hogy ez a védő burkolat nincsen rajta. Kezdjük akkor első körben a DC kábelek bekötésével. Ehhez a már általunk előkészített CAT5-ös UTP kábelt fogom használni, valamint igénybe veszem a Vivaldi által biztosított használati útmutatót, melyben pontosan megvan az, hogy hogyan kell bekötnünk a kommunikációt. Itt láthatjuk, mégpedig a 49. oldalon, ugye ez a kép már az általán bemutatott előadásban is benne volt. Itt láthatjuk, hogy mely számokat majd az inverternél hova kell kötni, gyönyörű szépen képpel is meg van mutatva. Járjunk hát el így, és kössük be az 5-ös, 6-os, 8-as, illetve a 7-es lábakat a battery boxnál. Én most sárga-fehér-sárga, illetve barna-fehér-barna kábeleket fogok használni. Többit ide hátra tesszük. Átbújtatom ugye a zárófedélem, illetve a tömszelencéken. Hát is jutottunk. A kommunikáció bekötését megtehetjük úgy is, hogy fogjuk, és egyszerűen kiemeljük ezt a külön kis kommunikációs modult, így talán egyszerűbb lesz a kábelek bekötése. Ugye ezeket a kis benyomható gombokat kell benyomnunk ahhoz, hogy a kábelt be tudjuk tenni normálisan a helyére. Én ezt most kézzel fogom megtenni. Ugye ott láthatjuk belül, hogy a számsorrend az neves egyszerűséggel balról jobbra haladva 1-től 8-ig tart.
ez ugye így sincs másképp. Így tehát fogom, és az utolsó négyet fogom bekötni. Bent van az ötös. Bent van a hatos. Bent van a hetes. Így. És végül pedig a nyolcas. Így a kommunikációnk be van kötve, és úgy tegyük vissza ezt a kis kimozdítható plusz csatlakozót, hogy lefelé álljanak ezek a narancssárga rögzítők. Ezt fogjuk, oda a helyére benyomjuk, majd pedig fölpattintjuk ezeket a narancssárga rögzítő füleket, így, és a kommunikációnk már be is van kötve a vakumulátor oldalról. Most, hogy bekötöttük a kommunikációt, következik a DC kábelezés, ugye DC plusz, illetve DC minusz, ezt mi már előre elkészítettük a túlsó végén lévő MC4 csatlakozókkal együtt. Ezt ugye, hogyha megtekintjük a bekötési teret, láthatjuk, hogy bal oldalt van a plusz, és jobb oldalt van a minusz bekötés. Ennek megfelelően fogjuk a DC kábeleket áthozni itt a zárat fedélen. Így átbújtatva a megfelelő konszerencéken. Most tudjuk tenni. Pici kábel rendezés után megkötjük. Először a pozitív. Így. Majd pedig a negatív oldalt is. Ugye itt is a Gen24-nál használt vagós csatlakozókat használjuk. Majd pedig ezután fogjuk, és kábeleket átbújtatva helyére tesszük majd a lezáró fedelet. Majd pedig rögzítjük 5 csavarral. Csavarhúzó közben megszökött, de nem menekülhet. Így. És az átlós meghúzás technikáját használni, mint mindenhol máshol is. Szemcínégyeket egyébként azért készítettük el a DC pozitív és negatív oldalon, hogy az inverterhez majd könnyedén lehessen csatlakoztatni, illetve leválasztani. Itt ugye ezt képzéseken szoktuk demonstrálni, és hogy ne teljen ezzel idő, hogy a csatlakozókat kibe dugdossuk, és azzal idő teljen, és így gyorsabban tudjuk megvalósítani a képzési helyen. Miután megpusztulunk minden csavart a lezáró fedélen, használunk ültetítást az akkumulátorról, majd pedig egy picit közelebb burítom az inverterünkhöz. Így mi. Most, hogy megtörtént az akkumulátorok bekötése, mind DC oldalon, mind pedig kommunikáció részről, következik az inverternek a bekötése, melyet segítségül hívom a Torx-os csavarhúzónkat. Ugye a Gen24-nál már 180 fokban záródó önzáró csavarokról beszélhetünk, melyekkel nincs szükség külön nyomatékos csavarhúzóra, csupán csak 180 fok elfordításával el tudjuk távolítani
az inverter külső felét, szemünk elé tárva az infrarózs hűtőbarra, illetve alul a datkon felé, és középen a hűtőventilátor, amely az aktív hűtés elengedhetetlen része. Itt is az öt csavart kilazítva eltávolítjuk az inverter datkon fedelét. Így, és elég távol a előadásban már korábban bemutatott bekötési tér, ahol láthatjuk itt bal oldalról a DC oldali bekötéseket, külön a akkumulátornak kinevezett bekötési pontokkal, középpen ugye láthatjuk a pályát eszközt, amely a Data Manager tartja a Gen 24 szériás inverterekben, illetve a Tauróban. Itt a jobb oldalon pedig az AC oldali bekötést láthatjuk. Amivel most kezdeni fogunk, az AC oldal bekötése. Itt egy előkészített dugvillanára segítségünkre van. De a fagós csatlakozót nemes egyszerűséggel hátul van egy bomba, aminek a megnyomásával kioldjuk és el tudjuk távolítani. Így meg tudjuk tenni a bekötést. Közvetettük a kábelt, hogy ne csúszson ki az inverterből. Egyébként, hogy itt láthatjuk, itt van az L1, a 0, illetve a PE bekötés is. Most a vagó csatlakozónak kinyitom a kis füleit, és egyenként behelyezem a kábeleket, majd pedig rögzítem egy P-et, egy nullát, végül pedig a fázist. Amennyikor megtörtént ez a bekötés, egyszerűen fogjuk, és visszahelyezzük a vagós csatlakozót, és kész van az inverter AC oldali bekötése. Ezután következik a kommunikáció bekötése. Ugye itt tovább a BYD-ban bekötött kábelünk. Itt átdugom a tömszelencén, és segítségül fogom hívni a BYD használati utasítását ismét, ahol ugye láthatjuk, hogy az inverter oldalon hova kell bekötni a kábeleket. Itt ugye ez a VSD csatlakozó, ez pedig a Modbus kommunikáció, mi ezt fogjuk használni. Ez is az AC és illetve DC oldali bekötéshez hasonlóan így eltávolítható a pilotról, ezzel megkönnyítve a bekötésünket. Én most a bekötést megcsinálom, ugye amit használtunk az barna, illetve barna-fehér, valamint sárga és sárga-fehér kábelek voltak. Ugye a sárga volt az 5-ös, a sárga-fehér volt a 6-os, a barna volt a 7-es, a barna-fehér pedig a 8-as. Itt láthatjuk, hogy az 5-ös, vagyis esetünkben a sárga megy a V pluszra. Itt láthatjuk is, hogy ott van a V plusz a kis narancssárga csatlakozónkon. Ide nemes egyszerűséggel csak betoljuk a kábelt, ami már a helyén is van, nem jön onnan ki. Következő 6-os a ground, az a sárga-fehér volt. Az itt ennél a csatlakozónál, itt van a túloldalon, ott látható a ground, oda bekötjük a fehér kábelünket. Így egyébként egy jól érezhető, illetve alig hallható kattanással kerülnek a helyükre a kábelek. Majd pedig jöhet a 7-es, ugye a 7-es volt a barna, ez esetünkben az M0-, ami pedig itt látható a ground mellett. Ide érkezik a barna kábel. Így, majd pedig a barna-fehér a 8-as, az M0+, ami itt pedig a túloldalán található a V plusz mellett. Ezt is behelyezzük a csatlakozóhoz. Majd pedig, miután ez megtörtént, minden kábel a helyén van, ellenőrizzük, nem jönnek ki. Ezzel a kommunikációnk a Gen 24, illetve a BYD Battery Box között fölállt.
azonban itt még nem fejezzük be a kommunikáció bekötését, hiszen ugye, ahogy mutattam az előadás során is, van nekünk egy másik elengedhetetlen rendszer elemünk, amely minden hatékony és intelligens energiamenedzsment megoldás szíve, nem más, mint a Fronius Smart Meter. Ez egy Smart Meter TS, egy egyfázisú modell. Itt szintén egy előre elkészített dobozzal élünk, amelyet a képzéseinken, illetve a bemutatóinkon szoktunk használni. Itt a Smart Meternek a kommunikációja van kivezetve a kezemben. Ezt is áthozzuk alul, itt a tömbszelencén. Majd pedig a előbb említett Modbus csatlakozó másik oldalára fogjuk bekötni. Ugye ezt már az előadás során elmondtam, hogy két csatornás Modbus kommunikációnk van a Gen24 esetében, és mind a két csatornát külön-külön is tudjuk használni, valamint föl is tudjuk fűzni. Mi ebben az esetben külön-külön fogjuk használni, külön csatornán fog kommunikálni a Gen24-ral, akkumulátorral, illetve a Smart Meterrel. A Smart Meter tetején föliratozva láthatjuk, hogy a zöld a D minusz, a sárga színű a D plusz, a barna pedig a ground, tehát a fehér nem kerül jelen esetben használatra. A zöld a D minusz, amely esetben az M1 plusz helyre fog bekerülni. Elnézést, az M1 minuszhoz, hiszen a zöld az a D minusz. És így benyomva a csatlakozóba ott rögzül, következik a sárga a D plusz, ez kerül majd az M1-hez, M1 pluszhoz, kábel ez nem olyan könnyen csatlakozik, mint a másik, de nincs előttünk megoldhatatlan akadály, a Smart Meter bekötés sem az. Egy kis segítségkel ugyan, de rögzíteni tudjuk a kommunikációt. Majd pedig következik a barna, a ground, amit szintén itt láthatunk a túloldalon az M0 minusz mellett. Az M1 minusz mellett, hiszen az M0 minusz melletti groundot már elfoglalt az akkumulátor. Így. Miután ez is megtörtént, kábeleket szépen összefogva, megfelelő irányba forgatjuk el magát ezt a kis csatlakozót, és nagyon egyszerűséggel behelyezzük. Innentől kezdve a kommunikációnk a Smart Meter, Gen24, illetve a Vivaldi akkumulátorok között fölállt és működőképes lesz. Ami dolgunk van még, az nem más, mint bekötni az akkumulátort a DC oldalra. Ezt én most az előre elkészített DC kábelekkel fogom megtenni, amelyet már jelenleg a kollégám elmagyarázott. Először következik a mínusz, majd pedig a plusz. Be van közben immár a TC oldalunk, a kommunikációnk, valamint az AC oldalunk. Én visszahelyezem az inverter dakton fedelét, azonban még mielőtt ezt megtenném, majdnem kimaradt egy nagyon fontos rész, ami nem más, mint a földelés bekötése. Ez a földelés ugye a akkumulátorból jön, és ide a Gen24-ba fog behatolni. A hátul látható földelő sínre fogjuk bekötni ezt a PE vezetéket. Azokhoz a csavarokhoz is a már jól ismert T20-as Torx csavarhúzóra van szükségünk. Nem is egyszerűséggel oda behelyezve tudjuk rögzíteni a PL bekötést inverter, illetve az akkumulátor között. Így, ez is a helyén van. Most már be van kötve minden, visszahelyezhetjük a DAC-on fedelet az inverterre. Megfúszhatjuk a 180 fokban záradó önzáró csavarokat, amelyek a helyére igazítják a kapcsolatot.
fogjuk és visszahelyezzük. Az egész kimmertel mérjük felelé, majd pedig ezt is rögzítjük a 260 fokban záródó emberi csavarral. Most, hogy mindezen túl vagyunk, a következő lépés az nem más lesz, és hogy bekapcsoljuk a B-Vágyi akkumulátort, és az applikáción keresztül elvégezzük a B-Vágyi konfigurálását. Ez fog most megtörténni. Azt be is kapcsoltam ugye a B-Vágyi akkumulátort, hátul a kis megszakítóval. Itt láthatjuk is a kis bekapcsoló gombon, hogy az akkumulátor életre kell, és ahogyan azt az előadásban már említettem, most automatikusan aktiválódok a BYD-nak a hozzáférési pontja, amelyet pedig egy okos eszközben letöltött B-Connect alkalmazással fogunk most fölprogramozni. Miután aktiváltuk a Wi-Fi hozzáférési pontot az akkumulátoron a kis megszakító fölkapcsolásával, még mielőtt neki kezdenénk rácsatlakozni a Wi-Fi hálózatra, amely létrejött. Fontos, hogy egy olyan hálózaton maradjunk, amelyen van internet elérés. Ez azért fontos, ugyanis a B-Connect alkalmazást megnyitva, alkalmazás nyelvét kiválasztva, majd pedig elfogadva az általános használati feltételeket, itt van lehetőségünk letölteni a legfrissebb firmware-t, amely jelenleg elérhető a B-Vágyi akkumulátorhoz, download firmware gombra nyomva, kiírja a töltődés, majd még láthatjuk, hogy eltárolódott a mobileszközünkben a legújabb firmware, kéri, hogy csatlakozzunk fel a létrejött Wi-Fi hálózatra, meg is adja ennek a hálózatnak a jelszavát, amely BYDB kötőjel box. Kis üzenetet elfogadva, átváltunk a másik Wi-Fi hálózatra, itt láthatjuk BYD4CBB néven a hálózatot. Kéri is a jelszót. Ez a jelszó egyébként benne van a használati utasításban is. Úgyhogy semmi gond, hogyha valaki esetleg elfelejtette volna megjegyezni a kis felugró ablakból a jelszót. Itt megvárjuk, ameddig a eszközünk rácsatlakozik erre a Wi-Fi hálózatra. Időközben visszamehetünk a B-Connect alkalmazáshoz, és itt meg kell várnunk, ameddig feláll a kapcsolat az eszköz, illetve az akkumulátor között, hogy megkapjuk az információt az aktuális firmware-ről, valamint ezt össze tudjuk hasonlítani azzal a firmware-rel, amely jelenleg a mobil eszközünkön van. Ellenőrizni tudjuk, láthatjuk, hogy sikeresen csatlakozott a BYD hálózatához az eszközünk. Update firmware gombra nyomva, még első körben kér egy hiba üzenetet, hogy nem feltétlen sikerült fix kapcsolatot létrehozni, semmi probléma. És láthatjuk az első próbálkozás után be is adta, hogy milyen firmware-ek elérhetőek, milyen van jelenleg a BMS-en, illetve milyen van jelenleg a mobileszközünkön. Update firmware gombra nyomva, picit hosszabb folyamat indul meg, ugyanis most az internetről letöltött fájlt, amelyet letároltam a mobileszközünkben, átküldi a BYD-nak a rendszerébe, azt pedig magától el fogja tudni dönteni, hogy ő neki szüksége van-e erre a frissítési fájlra, vagy pedig nincs. Abban az esetben, hogyha szüksége van a fájlra, akkor egy 5-10 percen belül elkezd majd szépen frissíteni magától. Fontos, hogy a frissítés miközben megy, közben nem fogjuk tudni majd elvégezni a konfigurációt, viszont ameddig a frissítés nem indul el, addig a konfigurációt el tudjuk végezni. Közben lassan átér a fájl a Battery Management Systemhez, még egy pár százalék van. Ezt a kis időt kihasználhatjuk, hogy ellenőrizzük, hogy pontosan milyen típusú akkumulátorunk is van, HVS vagy pedig HVM, hiszen ez a későbbiekben kérdés lesz majd a konfiguráció során is.
láthatjuk, befejeződött a folyamat, és ki is adja a kis figyelmeztető ablakot, hogy ha szükséges az update, akkor 5-10 percen belül el fog indulni. Tehát a következő 5 percben tudjuk elvégezni a konfigurációt, ugyanis ameddig az update történik, addig nem fogunk tudni konfigurálni. Az update egyébként egy olyan nagyjából 10 percig tart, és itt megkér minket, hogy ellenőrizzük a kompatibilitási listát, még mielőtt elkezdjük az invertert beállítani, elfogadjuk a kis üzenetet, elfogadjuk az idődátumot, kiválasztjuk, hogy milyen gyártmányú inverter, ugye Fronius inverterrel párosítjuk össze ezt az akkumulátort, elfogadjuk, kiválasztjuk, ez egy HVS modell, és meg kell adni, hogy hány modulunk van tornyonként, ebben az esetben ugye két modullal dolgozunk. Itt van lehetőségünk off-grid, on-grid, illetve backup verziót választani. Mi esetünkben az on-gridet választjuk, és ez egy egyfázisú rendszer, mivel ugye a Fronius Primo Gen 24 Plus inverterrel párosítjuk össze. Elfogadjuk, láthatjuk az összefoglalást, Fronius inverterrel HVS modulokat, kettőt egy on-grid rendszerre, egyfázisban. Itt ki kell pipálnunk, hogy a rendszer megfelelően lett telepítve és konfigurálva a használati utasítás szerint. Miután ezt elfogadtuk, megkapjuk az általános áttekintést, és a Complete gombra nyomva itt láthatjuk az általános információkat az akkumulátorunkról. Ezt lehúzva tudjuk frissíteni. Itt láthatunk minden fontos információt, feszültségektől kezdve egészen a töltöttségig. Most pedig térjünk vissza, és nézzük meg, hogy hogyan folytatódik a beüzemelés. Nos, miután aktiváltuk az inverter Wi-Fi hozzáférési pontját, első dolog, hogy fölcsatlakozunk erre az újonnan létrejött hálózatra. Ez ugye az eddigiektől eltérően már nem a step inverterekkel megszokott Fronius alsóvonás data manager azonosító, hanem a Fronius alsóvonás és az inverter sorozat száma, esetünkben ez a hálózat lesz. A jelszó nem változott azóta sem, a jól megszokott 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miután sikeresen fölcsatlakoztunk a Wi-Fi hálózatra, nyitnunk kell egy böngészőt, én egy Safari-t fogok most nyitni, ahova a jól ismert 192.168.250.181-es IP címet adja be. Mi ezt az eszközt szoktuk gyakran használni, így már felismeri az IP címet. Láthatjuk, be is töltődött a Gen24-nak a Pilot web interfésze. Itt láthatjuk, hogy két hibőüzenetünk is van. Too low DC power for feeding. Egyértelműen, mivel még az inverteren nem kapcsoltuk fel a DC kapcsolót, valamint fölismeri, hogy csatlakoztatva van egy akkumulátor, de nincsen konfigurálva. Ezt nemes egyszerűséggel megtehetjük. Oldalról leintjük a menüt, majd pedig a készülék konfiguráció rendszerelemek menüt megnyitva. Meglátjuk, hogy milyen rendszerelemek lettek eddig hozzáadva az inverterhez. Itt a komponens hozzáadásánál kiválasztjuk az akkumulátort, kiválasztjuk ugye a típusát, esetünkben csak is a BYD Premium HVS per HVM akkumulátorokat tudjuk kiválasztani. Itt ugye beállíthatjuk a töltési határüzemmódokat, ahogy azt már az előadásban is elmondtam, most átállítom manuálisra, és átállítjuk mondjuk 8-ra, illetve 80-ra. És engedélyezzük az akkumulátor házi hálózatban lévő további erőmű üzemeltetők általi töltésének engedélyezését. Ez azt jelenti, hogy más eszközökkel is tudjuk az otthoni hálózatból, más inverterrel, illetve szélkerékkel, vagy bármilyen generátorral tölteni a hálózatból, az otthoni hálózatból az akkumulátort, valamint tudjuk engedélyezni a külső szolgáltatói hálózatból is tudjuk tölteni az akkumulátort, és megadhatjuk a maximális töltési teljesítményt is az AC hálózatról. Miután mindent elvégeztünk, a hozzáadás gombra nyomva, illetve itt lent a mentés gombra nyomva, föl is adja nekünk a hibőüzenetet, hogy az akkumulátort nem lehet Fronius Smart Meter nélkül konfigurálni. Semmi probléma, úgyis egy Smart Meterünk is van. Mérőt is kiválasztjuk,
ez egy Fronius Smart Meter, amely a betáplálási ponton van, és nem fogyasztói ágon. Miután ezt is hozzáadtuk, most már van lehetőségünk arra, hogy elmentsük. Miután megtörtént a mentés, beáltalások mentése sikeresen megtörtént, visszamehetünk a főképernyőre, hogyha frissítünk egyet, akkor hamarosan el fognak tűnni ezek a hibaüzenetek, miszerint, hogy az akkumulátor detektálva LED-ben nincsen konfigurálva, illetve hogy nincs kapcsolat a smart meterhez. Láthatjuk, az akkumulátort már fel is ismerte, hiszen elindult a DC oldali szigetélési ellenállás mérés. Ezeket a hibaüzeneteket azért kapjuk, mivel a DC kapcsoló még nincsen fölkapcsolva, azonban miután fölkapcsoljuk a DC kapcsolót, ezek a hibaüzenetek el fognak innen tűnni. Kapcsoljuk is hát föl a DC kapcsolót. Tehát most, hogy fölprogramoztuk az invertert, kapcsoljuk be a DC kapcsolót, és várjuk meg, hogy beinduljon a rendszerünk. Ugye, ahogy azt az előadásban említettem már, a DC kapcsoló bekapcsolása mindig a legutolsó lépésnek kell, hogy legyen. Ezután, hogyha mindent jól csináltuk, akkor az inverter egy már jól ismert relé kattogási kis dallamocskával el fog indulni, amelyet várhatóan hamarosan hallani fogunk. Egy kicsit csináltunk a képzés érdekében, ugyanis a hálózati csatlakozási időt az előírt áramszolgáltató paraméterekhez képest lecsökkentettük minimálisra és 10 másodpercre, ezért tud az inverter ilyen gyorsan indulni. Most pedig az inverter lejátszotta már jól ismert dallamot, és el is indult, innentől kezdve üzemben van. Ennyi lett volna a BYD-nak, illetve a Gen24-nak az élő összeszerelése. Láthatjuk, nincsen benne semmi ördöngőség. Most pedig térjünk vissza az előadáshoz. Kis türelmet szeretnénk kérni, ameddig a technikai átállás megtörténik, és vissza tudunk térni a prezentációhoz. Ha minden igaz, akkor sikerült is visszatérni a prezentációhoz. Ezzel a mai webinárunk végéhez érkeztünk. Én szeretném mindenkinek megköszönni a megtisztelő figyelmet, és örömmel szeretném tolmásolni mindenki felé, hogy újraindultak személyes képzéseink itt a Kecskeméti Képzési Központban, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel képzéseinkre, minden webinárunkra, előadásunkra. YouTube csatornánkon minden webinárunk fönt van, illetve számos hasznos más jellegű videó is fönt van. Nem csak technikai, de ismeretterjesztő videók is minden termékünkről. Továbbá még nagyobb örömmel szeretném mindenkihez ismét eljutatni az információt, hogy elindult hotline-unk, ahol jó magam, illetve Dávid kollégám várjuk a hívásokat mindenkitől, aki elakadt a telepítés, a beüzemelés, vagy pedig a hibaelhárítás során. Minden nap hétfőtől péntekig 8-tól 5-ig elérhetőek vagyunk. Ezen túl a hagyományos e-mailen történő kommunikáció is továbbra is él a pv.support.hungary@fronius.com-os e-mail címen. Én szeretném mindenkinek megköszönni még egyszer a megtisztelő figyelmét. A mai webinárunk véget ért. Esetleges kérdések megválaszolásra kerülnek. További kellemes délutánt és hosszú hétvégét szeretnék kívánni mindenkinek. Én Vadicska Tamás voltam, a viszontlátásra, a viszonthallásra.